A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mostani adásaink sorában természetesen visszatekintünk az elmúlt esztendő történéseire, így lesz ez ma is, hiszen a Pákozi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhely nagyon fontos szerepet játszik Fejér megye, és az ország életében is. Én azt gondolom, hogy ez fontos minden egyes pillanat, amit ott tölthetünk. Vendégem pedig természetesen Görög István, a Katonai Emlékpark ügyvezetője. Köszönöm, boldog új évet kívánok. Boldog új évet kívánok, és a nézőknek is nagyon. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, hát én azt hiszem, hogy a bevezető azt csak röviden taglaltam, hogy mi mindent köszönhetünk a Nemzeti Emlékhelynek, hiszen esztendőről esztendőre a töpörtyüktől a nagyocskákon át a felnőttekig színes változatos programokkal tekintetnek vissza a magyar honvédelem történetére, és ez rendkívül fontos nekünk. És azt is megszokhattuk, hogy bár az elmúlt három év most már idestova a koronavírus járvány okán, illetve a gazdasági nehézségek okán egy kicsit más volt, mint a többi, mint amit megszoktunk a megnyitás óta, de azt hiszem, hogy idén sem panaszkodhattunk, vagyis az elmúlt évben sem panaszkodhattunk, mert fantasztikus programsorozat várta a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat is. Az év második felét ről induljunk, én azt gondolom, hiszen azt megszoktuk, hogy az emlékparki nyár egy olyan programsorozat, ami szintén mindenkit vonz. Kicsit beszéljünk erről, hogy miként sikerül ezt esztendőről esztendőre megtartani. Hát köszönöm a kérdést, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről. A felsorolásban a kicsik és nagyok között még külön szerepeltetjük a nyugdíjasokat, és főleg a nagyszülőket, akiknek vannak unokáik, hiszen ettől nagyszülők, és akik azt gondoljuk, hogy talán elmondható, hogy egy nagyon-nagyon hangsúlyos szerepet töltenek be, nem csak a családokba, hanem hogyha úgy tetszik, a hazafias honvédelmi nevelés területén is, hiszen ők még voltak katonák, ők még el tudják mondani, hogy miről szólt ez a dolog, és azt hiszem, hogy bennük valóban már leüllepedtek ezek az üzenetek, és ezeknek az átadását kitegyőná hatékonyabban és hitelesebben átadni, mint egy nagyszülő a saját unokájának. Úgyhogy az idejében is bátorítom a nagyszülőket, hogyha nehézségek vannak, akkor ugyanem megyünk távolra, drága a benzin és minden, de a nagyszülő azért föl tud ülni a most már egyre sűrűbben járó volánbuszra, és tőlünk egy kilométeres sétával ott van szinte a helyi járat. Tehát olcsón el lehet jönni, és ők ráadásul nem is fizetnek, hiszen nálunk egyedül csak a gyermek fizet ilyenkor egyetlen egyért, mert a nagyszülő unokával programunknál a nagyszülő az a vezető. Mi nem kérjük azt, hogy mit mondjon, azt mesél, amit akar. Arról mesél, gondolom, amit ébreszti majd ez a parki látványosság. És hát itt állhatunk meg azzal, hogy a park folyamatosan fejlődött, és ennek nagyon köszönhetjük a előző honvédelmi vezetésnek, a mostaninak is, hiszen nagyon fontosnak találják ezt a tevékenységet, és ennek megfelelően támogatják is. Valóban úgy van, hogy a két covidos év után ez a harmadik év, mi bíztunk abba, hogy gyorsan is indulunk, és örömmel vettük azt, hogy már márciusban az iskolák sokasága jelent meg. Egyszer biztos ki is voltak éhezve arra, hogy kijöjjenek, és egy kicsit ezeket a programokat tudjuk részükre biztosítani, de soha nem látott körülbelül négyszeres nagyságú érdeklődés és látogatás
látogatottság volt csak március hónapban. Májusban szokás szerint nagyon nagy iskolai kirándulási időszakok vannak, és ebben mi azért népszerűek vagyunk. És májusban mi nagy örömünkre elnyertük az év emlékhelye díjat, amit ugye az összesen 80 emlékhely, kiemelt emlékhely versenyébe, hogy tetszik, dől el, és ezt mi nagyon nagy megbecsülésnek gondoljuk, és örülünk is annak, hogy talán a munkánkat is ezzel ismerték. Bocsánat, csak egy közbevető kérdés, ez mennyire jelent megerősítést, hiszen egy olyan csapatot sikerült építened, akik azért mindent megtesznek ezért, a hétköznapokon is. Azt tudjuk, hogy minden egyes nyitvatartási nap ünnep, ha úgy tetszik, de azért a hétköznapokon ezért nagyon sokat kell tenni. Valóban így van, és azon dolgoztunk, hogy eddig mi március 10-től körülbelül november 10-ig tartottunk nyitva, hogy talán majd az idei évtől meg is tudjuk valósítani, hogy még 2 hónapot ráteszünk erre, és már a Doni megemlékezéstől folyamatosan látogatható az emlékpark. Én azt gondolom, hogy a munkatársaim az elmúlt egy évtized során rengeteg tapasztalatot szereztek, és nagyon nagy gyakorlatot. Ezért őket most már valóban profinak lehet tekinteni. Az elején, miután mi 13 évesek vagyunk, hogyha itt tetszik, tehát akkor ugye elég nagy volt a fluktuáció. De ez a fluktuáció megállt, és örömünkre ténylegesen olyan elkötelezett emberek dolgoznak nálunk, akik büszkék arra, hogy a Katonai Emlékparkban dolgoznak. És hát annak is örülünk, hogy a tulajdonosok is igyekeznek azon, hogy ha úgy tetszik, ez a munka elismert legyen. Tehát mi azért most már az átlag környéki béreket tudjuk biztosítani részükre. És annak is nagyon örülünk, hogy ezek a munkatársak kezdeményezők. Nagyon sok olyan ötlet jön, amik tőlük jön, és nagy boldogság számukra is az, hogy ezeket próbáljuk megjeleníteni, hiszen egy-egy program, például amiről ki is akartunk kötni az emlékparki nyár, ez egy összetett rendezvény, és egy összetett rendezvényt azért nem egy ember szervez meg, és nagyon sok olyan kicsi munka van, amit apró picinek mondjuk háttértevékenység, de mégis nagyon-nagyon fontos, hogyha egy-egy ilyen baki bekövetkezik, akár ezeken a területeken, az egész estét elronthatja, és lehet ott lisztdíjas, kossuthdíjas, bármilyen kiváló művész, ettől függetlenül, ha éppen rossz a hang, vagy valami baki van, ebben az esetben bizony sok esetben csak az fog megmaradni, hogy hát a Katonai Emlékpark ezt elszúrta. Örömünkre nem szúrtuk el, és hogy miből lehet ezt megtenni, ez volt a kérdés. Mi pályáztunk, minden évben pályázunk. Van, amikor erre sikerült, van, amikor nem. A tavalyi évben ezt a magas szintű művészi felhozatat, és azt, hogy minden hét pénteken mi folyamatosan ténylegesen egy-egy művészeti ágnak kiemelt szereplőit tudtuk megjeleníteni, ezt a Nemzeti Kulturális Alappályázatának köszönhettük, és tudták ezt elősegíteni. Nagyon örülünk annak, hogy Székesfehérvár város is megbecsüli azt a tevékenységet, amit folytatunk. Elsősorban ők az ifjúság nevelése kérdéskörében támogatnak bennünket, ezt a támogatást a nehéz helyzetben is tudták biztosítani, és külön öröm az, hogy a Megyei Védelmi Bizottság kormány megbízott úr volt akkor, most ugye már más néven szerepel, de ők támogatták ezt a tevékenységet, ugyanis ebben a nyári időszakban van még nálunk a honvédelmi gyerektáborok. És ezek a táborok bizony nagyon sok családnak adtak segítséget, és hát örvendetesen egyre több gyerek érzi úgy, hogy őneki el kell erre jönnie. Ez pénzbe kerül, mert mi se tudjuk az étkezést és sok mindent biztosítani ingyen, de és hát ez sokkal nehezebb számunkra,
mint mondjuk egy városi tábornak a megrendezése, amit itt rendkívül nagy támogatottsággal el tudták rendezni, de örömünkre szolgál az, hogy ez a sok kis támogatásnak az egybeesésével el tudtuk rendezni, hogy ténylegesen a nyáron folyamatosan sokan vannak a parkban, és ezeknek egy része nem csak játszik, ha úgy tetszik, hanem ténylegesen egy komoly foglalkozások vannak. Igen, hát hat történelemről esik szó, ami nagyon fontos, honvédelmi nevelés alapvetései. Azt hiszem, ez annyira színes, változatos program, hogy a fiatalok, gyermekek és fiataloknak is népszerű. Ez most már évről évre bebizonyosodott. Tehát ez a nyár. Ugyanakkor én felfigyeltem egy olyan rendezvényre, ami szintén példaértékű, ez az Egy nap a nagy családokért. Örömünkre szolgál az, hogy szintén több olyan szervezet talál egymásra, most így mondom, először a virtuális térbe, aztán valójában is, akik a gyerekekért éreznek felelősséget, és azok hol ötlettel érkeznek, hol tanáccsal érkeznek, hol egy olyan program javaslattal érkeznek, például mind a nagycsaládosok. Ez több év óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és annak örülünk, hogy ez mára kinőtte magát egy egész napra, és ténylegesen közel 100 család sok gyereke vett részt ezen a programon, a nagy meleg ellenére, és ezek is jelzésértékűek. Jelzésértékű az, hogy a Nagycsaládosok Országos Szövetsége minket kitüntetett, bölcsődíjasok lettünk, és ez is jelzi azt, hogy tetszik az, amit Olá László és ő általa vezetett ifjúsági csoport megszervezett. És nagyon fontosak a kiállítások. Tegyük hozzá azért, mert sokszínű és változatos, ugyanakkor megmutatja azt a mélységet, hogy a 21. század alkotói is foglalkoznak azzal, hogy mi történt elejénkkel, milyen dicsőségek vannak, illetve most már azért kiszélesedett a paletta abban az értelemben, hogy olyan alkotók is jelentkeznek, akik nem közvetlenül a honvédelem különböző történéseit mutatják meg, hanem egész egyszerűen nagyszerű alkotók. És katonák. És katonák, ezt szokatlan hozzátenni a végén. Igen. Hiszen ezek nagy része amatőr, tehát ők a napokban, minden napokban a szolgálati feladataikat teljesítik, de emellett egyre több és egyre kiválóbb személyiség van közöttük, akik valósan alkotók. Igen. Annak is örülünk, hogy hát mi mutathatunk be több olyan fehérvári alkotót is, akik ott jelentkeztek először, akár csak Halmai Tivadarra beszélek, akik később azt felkapottként már csak egy-egy új művét hozza bemutatóra, de onnan indult. És hisszük azt, hogy egy-egy ilyen látogatás bizony ad lehetőséget arra, hogy átgondolja azt, hogy mit lát, kettő pedig azt, hogy emellett, emögött milyen munka jelenik meg. És ezek az értékes tevékenységek bátorítólag hatnak mások részére. Ezt a bátorítást próbáljuk elősegíteni azzal is, hogy például gyerekrajzokat mutatunk be, és hát ebbe adott esetben például az Igaz Gyöngy Alapítványnak a kiváló rajzait, amit a fehérvári tanárok mutattak meg, minekünk is, Barna Éva és társai, kiváló lehetőséget adott arra, hogy ezt az egészet mi is egy kicsit kitekintsünk, és rájöjjünk arra, hogy a biztonság az adott esetben itthon is egy nagyon fontos tevékenység, és annak a biztosítása adott esetben nehéz sorsú gyerekek részéről is egy nagyon fontos tevékenység. És nem feledhetjük, hogy többek között csak most kiragadott példa, a Szent László kultuszt is úgy sikerült megjelenteni, hogy a Katonai Emlékpark különböző társszervezetekkel, többek között nagyváradi társszervezetekkel is hozta létre közösen Honvéd Fesztivál. Elnézést, igen. Csak egyetlen kis bekötés. Tehát Szent László azt követően ugye szobrot kapott nálunk, és végül is ő a katonák védőszentje. Hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a katonák a nehéz időkben Szent Lászlóhoz fohászkodtak, és talán ez indította el azt, hogy
Most már nálunk ez egy egyházi esemény is, és Szent László napján egy kiváló lehetőség van arra, hogy Szent László szobra környékén megemlékezést tudjunk tartani. És hát ehhez kapcsolódóan milyen érdekes az élet, hogy tényleg úgy van, hogy a nézők fűzik a lehetőséget. Ajánlottak fel például olyan zeneszámot, ott került olyan zeneszám ősbemutatójára, amit egy-egy korábbi néző ajánlott fel, és hívta fel rá adott esetben a figyelmet, vagy adott esetben az ő szerzeményét mutathatjuk be. A Honvéd Fesztivál az idei év ugye a 175-ös év lesz, és a 175 kiemelkedő jelentőségű eseménynek gondoljuk. Úgy érezzük, hogy a 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról ez év március 15-től folyamatosan illendő megemlékezni, és azt hiszem ez kiválóan kapcsolódik Petőfihez. Az a Petőfihez, aki ugye fiatalkora ellenére őrnagyként már életét is áldozta a szabadságharcban. Tehát ennek megfelelően kezeljük ezt a kérdést, és úgy érezzük, hogy talán ez népünk egyik legkiemelkedőbb évfordulójaként az ifjúság számára kiválóan és fontos és megjelenítendő. Ezért is buzdítunk mindenkit arra, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és hogyha lehetséges, akkor látogasson el, és ez adunk támogatást. Igen, egy ilyen támogatásra még hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a Miskahuszár környéke is megújult, és a Miskahuszár és a Katonai Emlékpark együttműködésével igyekszünk ott is olyan aktivitásokat szervezni, ami elsősorban tehát a kisebb gyerekeknek a fantáziáját fogja megragadni, és hisszük azt, hogy ez is majd el fogja vezetni őket a Katonai Emlékparkba, és később egy életen át a magyarság tudatát erősíti. Mint ahogy a 48-49-es forradalmi szabadságharchoz szervesen hozzátartozik esztendők óta az országos hadijáték is, tehát ez kiemelt rendezvény, mint ahogy természetesen október 6-a, hiszen ne feledjük az aradi vértanúk, illetve Batthyány Lajos miniszterelnökünk megemlékezése az fontos számunkra. És az nagy öröm számunkra is, hogy ott egy 2009-ben az évforduló alkalmából egy nagyon szép emlékhely, vagy egy emlékpont került kialakításra és felavatásra, és ezt követően mi úgy gondoltuk, hogy akkor lesz ez igazi, hogyha ezt folyamatosan a gyerekek töltik meg tartalommal. Egy-egy iskola örömünkre minden évben jelentkezik, és felvállalja azt, hogy ezt az emléknapot akár iskolai keretbe, akár az egész iskola részvételével ott rendezi meg. Hisszük azt, és látjuk azt a gyerekek átszellemültségén, hogy ezt nem csak kipipálják, hanem át is élik ezt a tevékenységet. És bizony nagyon sok olyan üzenet jut át ilyenkor gyerekről gyerekre, amiből megértheti azt, hogy mit is jelent önfeláldozás. Mit is jelenthetett az, hogy 13 aradi vértanú egy napon, tudjuk, hogy több vértanú is, és nagyon sok olyan személy volt, aki adott esetben ugyanúgy a szabadságharc áldozata, illetve mártírjaként tarthatjuk számon. Ezt az érdeklődést most már azt kell mondani, hogy mi nekünk is történelmünk van. Azok, akik korábban 8-10 éves korukban ott voltak, ma már egyetemet végzett személyek, és jönnek vissza, és újságolják azt, hogy itt kaptak indítatást arra, hogy ezzel foglalkozzon, vagy egyáltalán ezzel a kérdésekkel lehet másként is foglalkozni. Én úgy érzem, hogy ez az a lényeg, amire voltál kedves utalni a bevezetőbe is, ami ténylegesen országos példát ad, és egyre több érdeklődés is van, és ezen túl meg örömünkre a Nemzeti Örökség Intézete egyre több olyan programot indít, ami, hogyha úgy teszi, nem másolása miénknek, hiszen más törzsanyagról szól, de a módszer azonos, és ugyanúgy az ifjúságot próbálja megérinteni. És ennek lesz eredménye az, hogy ez a 22 nemzeti emléke és nagyon sok történelmi emléke közel 85
összeessen. Ezekhez próbáljuk úgy alakítani, hogy az iskolák kapjanak indítatást, kapjanak konkrét program lehetőséget, és ez ad majd nekik olyan töltést, ami ismételten egy újabb spirált indíthat. Ezt kimondhatjuk, hogy ez a hazafiság iskolája, bár van ilyen program is, mint tudjuk, igen, de így ez komplexen a hazafiság iskolája, ebben biztos vagyok. Mint ahogy nagyon-nagyon fontos az év a vége, az évzáró, hiszen tudjuk, hagyományosan a felderítők napjához kapcsolódik. Én azt hiszem, hogy egy ilyen eredményes év után, nehézségek ellenére, azt hiszem, hogy méltó módon lehetett búcsúzni 2022-ben is. A felderítők napja egy fontos esemény. Ez onnan indult, hogy Gyurica Béla felderítő volt. A baráti körünknek nagyon sok vezető tagja eredetileg felderítő végzettségű volt, és ugye ezt a honvédség és társadalombaráti körnek, illetve azokba tömörült katonák is folyamatosan felnéznek azokra a személyekre, akik ilyen különleges műveletekbe vettek részt, és hát a képességeik is lehetőséget adnak arra, hogy adott esetben ugorjanak, vagy buvár, tehát a víz alól és a levegő is mindent meg tudnak tenni azért, hogy a hazavédelmét szolgálják. Én azt hiszem, hogy ez Szent Mártonhoz kapcsolódik, és ez az időszak pedig nekünk az évzárása. Mi egy 23 000 fő körüli fizető nézőszámmal nem vagyunk az utolsó ilyen létesítmény az országban. Közel 40 000 ember járt nálunk, hiszen nagyon sokan átutaznak rajtunk, megállnak egy rövidebb, hosszabb időre ezek a biciklisták, vagy egyszerűen kijönnek a fehérváriak sétálni, és kis kirándulást hajtanak végre, amit nem fizetnek, mert a park ingyen látogatható. Én úgy gondolom, hogy emellett is, a nehéz gazdasági helyzet mellett is, mi egy alapvetően, majdnem azt mondom, hogy nyereséges non-profit szervezet vagyunk, non-profit szervezet nem nyereséges, de összességében megálltuk a helyünket. Tudtunk fejleszteni, és most téli időszakban is fejlesztünk folyamatosan, úgyhogy aki majd megint tavasszal jön, úgy fogalmazhat, mint Benkő Tibor úr, amikor többször nálunk járt, hogy ide ahányszor idejön, mindig újat lát. Igen, igyekezzünk azon, hogy új, egy sokkal rendezettebb, összefogottabb valamit lehessen látni, és kihasználjuk azt, hogy most éppen jó idő van, és kihasználjuk azt, hogy most éppen állunk, tehát most mindenki parkácsol, tisztogat, és készülünk arra, hogy ez az év is szép legyen, hiszen nagyon sok olyan évforduló van az idei évben, ami megint megéri azt, hogy kijöjjenek az ember. Igen, a Petőfi 200, de még mielőtt arról beszélnénk, január 13-a és 29-e között kiket örökké hazavárnak, ezt hadd mutassam meg, hiszen itt van, ez egy fantasztikus program, 2 hét teljes egészében, péntek, szombat, vasárnap 10 és 15 óra között. Mi mindent tapasztalhatunk meg itt, és akkor utána még természetesen a Doni hősökről kell, hogy szó essék. Tehát ezelőtt 80 évvel, január 12-én lesz pontosan a 80. évfordulója annak, hogy tőlünk 2000 kilométerre, 200 kilométer széles harcvonalon közel 220 000 magyar katona vette föl a küzdelmet a Donon átkelő orosz csapatokkal, illetve szovjet vörös hadsereggel, és hát ennek a hitfő csatáknak a eredménye lett az, hogy lényegében a második magyar hadsereg februárra felmorzsolódott. És hát erről azt hiszem, hogy sokan sokféle dolgot kaptak a családi elmesélésekből, a túlélőktől, a különböző filmek és megjelenítésekből, és hát valami nagyon keveset talán tanultunk is erről a dologról. Ugye hosszú-hosszú évekig, ugye évtizedekig hallgatás övezte ezt a hatalmas veszteséget, hiszen ezen a területen közel 125 000 emberről tudunk, akik nem jöttek haza. Ennek az emlékét őrzi a
Doni Bajtás és Kegyeleti Szövetség által 30 évvel ezelőtt felavatott Doni kápolna, amit sajnos egy kicsit megviselt az idő, és aminek éppen a felújítása talán ebben az évben befejeződik. És hát ott van a Magyarországra egyedül egy ismeretlen katona, aki hazatért a 220 ezer katona nevében, és akinek ismeretlen katona sírját környékén fogjuk 12-én délbe egy emlékünnepséget tartani, és egy koszorúzást ennél a sírnál. Ezen a napon leszünk mi, mint katonai emlékpark, 10 éves nemzeti emlékhely, ezen a napon pedig úgy gondoltuk, hogy ezt a napon bemutatjuk, és azt követően pedig minden héten, péntek, szombat, vasárnap óránként bemutatunk egy olyan programot, amely lehetőséget ad arra, hogy a családok eljöjjenek, és hogyha úgy tetszik, a családnak azon tagjai, akik ma már ugye 100 éves lenné a legfiatalabb is, nem tértek haza, vagy túlélték ezt a katasztrófát, ezen a, ennek a történetét egyáltalán a család elmesélheti. Mi is elmeséljük ezt egy nagyon szép hanganyaggal, illetve a harcárok, ami egyedül nálunk van, ilyen kiépített harcárok, ennek a felhasználásával ténylegesen egy kicsit beleélheti magát minden megjelenő abba, hogy itt mi is történt, vagy mi történhetett. Mi nem tudunk oda mínusz 30 fokot varázsolni, de így is érezni lehet majd ezzel a pár fokos kora tavasszal, hogy, hogy mit élhettek át eleink. Ezt érjük, értjük mi, megtapasztalást biztosítom. Ezt követően ehhez kapcsolódik, tehát ez körülbelül egy fél órás programszakasz, majd ezt követően ehhez kapcsolódik olyan kiállítások, amik ezeket tematikusan és fotók segítségével tudják szemléltetni. Hát erre várjuk az érdeklődőket, és azért van ez, hogy minden órába indítjuk ezt a programot, mert egyszerre körülbelül egy 25 fő van úgy, aki részt vehet ezen a programon, hogy nem akadályozza a másikat. Ezért kérjük azt, hogy bejelentkeznek, vagy pedig hát várniuk kell arra, hogy üres helyet kapjanak. Én úgy érzem, hogy ez egy nem olcsó program számunkra se. Ennek a megszervezését minden évben nem biztos, hogy tudjuk vállalni, de ezt a kiemelkedő időszakot a 80. évfordulóra tekintettel gondoljuk arra, hogy erre, ez egy visszanemtérő alkalom, jöjjenek el, nézzék igen. meg. És ez nyilvánvaló, hogy rendkívüli méltóság kíséri, úgyhogy én azt hiszem, természetesen ott leszünk és beszámolunk róla. És azt hiszem, hogy ez az egész évhez kell, hogy jó munkát kívánjak önöknek, a munkatársainak, mindannyiatoknak, mert hogy hát lesz dolgotok bőven, tehát nincs kétségem felőle. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, én azt hiszem, hogy ez is rávilágított arra, hogy mi mindent kell megtapasztalnunk azért, hogy hiteles emlékekkel bővüljön a mi tudásunk is a mindennapokban. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Ott leszünk. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra, minden jót kívánok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.